Egymás mellett a múlt és a jelen. Az újvárosi fejlesztési iroda épületének felújítása júliusban kezdődött a kontaktmentál higién és konzultációs szolgálat vezetésével. Két hónap alatt az egykori raktárból új közösségi tér épült, és megvalósult az épület akadálymentesítése is. Ebben a pályázatban helységek újultak meg valóban, esélyteremtés okán mozgáskorlátozott WC került kialakításra, mozgáskorlátozott belépő került kialakításra, magyarul közösségi teret alakítottunk ki, amely helységben most ülünk, illetőleg az udvar teljes rekonstrukciója történt meg. A beruházásra nagy igény volt a városrészben. A munkálatokban a környéken élők is részt vettek. A közösségi tér mintegy 3000 lakos minden napját támogatja programok szervezésével. Ezek után még azért tovább kell mennünk. Tehát nyilván ennek az épületnek a hasznossága nem csak az, hogy most ez a terem vagy itt egy része az épületnek készen van, az egészet szeretnénk megcsinálni. Nem csak azt, hogy itt 21 néhány idős ember foglalkoztatását meg lehessen oldani, ami nagyon fontos dolog, de szeretnénk, hogy a gyerekeknek ugyanúgy lenne lehetőség a délutáni tanulásra, az iskolára való felkészülésre, közösségi programokra. A felújítás az elkövetkező időszakban az épület udvarán folytatódik, melynek keretében nyársalót és gyermekjátékokat helyeznek ki. Továbbá megvalósul az épület tetőcseréje, illetve szigetelése.